A Schuster Manói, a Grimm testvérek meséje. Volt egyszer egy Schuster, értette a mesterségét, szorgalmasan dolgozott. Hogy, hogy, nem, a végén mégis úgy tönkrement, hogy nem maradt egyebe, mint egyetlen pár cipőre való bőre. Abból este kiszabta a cipőt, hogy majd másnap elkészíti. Tiszta volt a lelkismerete, nem sokat emésztette magát a jövendőn. Gondolta, majd lesz valahogy, tisztességes ember, csak nem pusztul éhen. Lefeküdt és békességgel elaludt. Másnap jókorán fölkelt és neki akart ülni a munkájának. Hát ott áll, készen az asztalnál a párcipő. A suster ámult, bámult, nem tudta, mit szóljon a dologhoz. Kezébe vette a cipőt, alaposan végignézte, minden varrást, minden szögelést apróra megszemlélt. Nem volt azon semmi hiba. Nincs az a mestermunka, amelyik külön lehetett volna. Hamarosan vevő is jött. Nagyon megtetszett neki a cipő. Fölpróbálta, éppen ráillett a lábára. Mintha csak nekem készítették volna, mondta örvendezve. És mert úgy találta, a Schuster keveset kér érte, valamivel többet adott az áránál. Pontosan annyit, hogy éppen két párra való bőr tellett ki belőle. A Schuster este ezeket is szépen kiszabta. A többi munkát majd megcsinálom holnap reggel, gondolta, ráérek a dolgomtól. De mire másnap fölkelt, készen állt két párcipő. Neki a kis súlyát sem kellett megmozdítania. Vevő is akadt mind a kettőre. Jól megfizettek értük, és a suster a pénzem, most már négy párra való bőrt vásárolhatott. Harmad reggel azt a négy párcipőt is készen találta. És így ment ez tovább napról napra, hétről hétre. Amit este kiszabott, az reggelre elkészült. A cipész hamarosan megint tisztes jövedelemre tett szert, és megint jómondó ember lett belőle. Karácsony táján egy este szokása szerint ismét kiszabta a másnapi cipőkhöz a bőrt. Aztán, mielőtt lefeküdtek, azt mondta a feleségének. Hallod el, lelkem, mi lenne, ha ma éjszaka fönn maradnánk, és meglesnék ki az, aki ilyen szorgalmasan segít nekünk a műhelyünkben? Az asszony ráállt a dologra, hiszen maga is sokat töprengett már rajta, csak hát nem mert előhozakodni vele az urának. Mécses gyújtott, és föltette a szekrény tetejére. Aztán elbújtak a sarokban. Onnét figyelték, hogy mi lesz. Mikor a toronyban éjfél tütött az óra, egyszer csak valami kaparászást, topogást, izgés mozgást hallottak. Az ajtó egy arasznyira kinyílt, és két kedves kis manós urant a szobába, Se szó, se beszéd, odaültek a suszter asztalkájához, fogták a kiszabott bőröket, és munkához láttak. Olyan fürgén, olyan ügyesen dolgoztak, parányik kis ujjukkal, olyan szaporán vartak, tűztek, hogy a suszter azt sem tudta, hová legyen ámulatában. A monók addig egy szempillantásra sem hagyták abba a munkát, míg a cipők el nem készültek, és fényesre pucolva ott nem sorakoztak az asztalka mellett. Akkor egyet füttentett, s illaberek eltűntek. Másnap reggel azt mondta a suszterni asszony. Meg kell hálálunk ezeknek a manóknak, hogy jó módba juttattak minket. Pucéron szaladgálnak az Isten még jó, hogy meg nem fagynak. Tudod mit? Varrok nekik ingecskét, kabátkánt, mellényt, nadrágot, kötök nekik harisnyát is, te meg csinálj mindegyiknek egy pár szép kis cipőt. Egész nap ezen dolgoztak, az asszony kezében szaporán járt a kötőtű, csattogott az olló, készültek a kis ruhák. Az ember meg a székén kuporgott és kalapált, szögelt, forgatta a kaptafát, még a kis cipőket meg nem csinálta. Este aztán a kiszabott bőr helyett az ajándékokat rakták oda az asztalra. Szépen elrendeztek mindent. Elbújtak a sarokban, és kíváncsi a lesték, mit szólnak majd a manók. Azok szokás szerint pontban éjfélkor meg is jelentek, és tüstént lolokhoz akartak látni. Hanem, ahogy az asztalra esett a pillantásuk, lecsapták a szerszámaikat, és azt sem tudták, mihez kapjanak, mit simogassanak, minek örvendezzenek. Egy-kettőre bebújtak a kisruhákba, felhúzták a kis cipőt, füttyengettek, rikkangattak, egyszerre csak cincogva nótázni kezdtek. Ugye milyen csinos fiúk vagyunk? többet bizony nem is susztarkodunk, énekelték. Körül táncolták az asztalt, szögdécseltek, ugrándoztak, végül aztán kiperdültek a szobából. Nem is jöttek vissza soha többet. A suszternak pedig élete végéig jól ment a sora, mindig volt munkája, és minden sikerült neki, amihez csak hozzákezdett.